Miközben a kiemelkedő közérdeklődésre számot tartó tűzesetek száma folyamatosan csökken a megye területén, szabadtéri tűzből egyre több van a csapadék szegény időjárással összefüggésben. Az is probléma, hogy még mindig sok a gondozatlan terület és az olyan avar vagy gazégetés a térségben, amelyet a jogszabály önkormányzati rendelet nem tesz lehetővé. Ezekből az égetésekből azonban könnyen kialakulhatnak tüzek, amelyek akár lakóházakat is veszélyeztethetnek. Érdemes tudni, hogy tűz okozásáért 20 ezertől 3 millió forintig terjedően szabható ki bírság. A katasztrófa védelem célja azonban nem a büntetés, hanem sokkal inkább a figyelmeztetés, a prevenció, hangsúlyozta a nyíregyházi kirendeltség vezetője 35 perc című műsorunkban. Mindenféle módszerre próbáljuk mi a lakosságnak a figyelmét felhívni erre, akár hatósági eszközökkel is rendszeresen tartunk olyan bejárásokat, olyan szemléket, ellenőrzéseket, ahol igyekszünk ugye azokat a tűzveszélyes helyeknek a feltérképezésére, ahol már évek óta jellemző ezek a szabadtéri tűzesetek. Felhívjuk a ottani tulajdonosok figyelmét a területeknek a karbantartására, azoknak a megfelelő kezelésére, hogy minél kisebb számban tudjanak kialakulni a tűzesetek. A nemrég ezredessé előléptetett vezető arról is beszélt, hogy míg a közlekedési balesetek száma folyamatosan csökken a megyében, a műszaki beavatkozásokat igénylők száma nem. A kirendeltség területén évente 200-300 ilyen esethez kapcsolódó műveletet hajtanak végre a tűzoltók, ehhez azonban megfelelő felszerelések is szükségesek. Az eszközeink megfelelnek azoknak a műveleteknek a végrehajtására, amire szükség van. Folyamatosan fejlesztés történik. Az elmúlt időszakban is új gépjárműfecskendőt, új vízszállító gépjárművet kaptunk. Most a legutolsó szintén a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság kapott egy olyan speciális felszereltségű, akár erdőtűzoltásra, akár pedig vízszállításra és visszállító gépjárműként használható speciális gépjárművet, aminek az átadása most történt meg a nemrégiben. Tehát folyamatos fejlesztések láthatók, mind a gépjárműparkban, mind a védőeszközök vonatkozásában. A felszerelések mellett a humán erőforrás megléte is elengedhetetlen. Az ezredes elmondása szerint a kirendeltségen kellő számú ember áll rendelkezésre.